Kocsai Úszó és Vízilabda Egyesület elnökeként engedjék meg, hogy köszöntsem Önöket. A 18. környezetvédelmi kupát tartjuk itt a Csajdán, a Kalocsa Környéki Környezetvédelmi Egyesülettel közösen. Nagyon hálásak vagyunk, hogy a Környezetvédelmi Egyesület ilyen régóta megszervezi az úszóversenyt, és bízom abban, hogy a jövőben is hosszú távú együttműködésre számíthatunk. Nagyon fontosnak tartjuk az úszóegyesületünk tagjainál, hogy környezettudatos és környezetvédelemre hívjuk fel a figyelmet, illetve a víz tisztaságára, és a mai versenyünkön is 10 csapat, 160 versenyzője van itt. Nagyon sok településről, környébeli településről jönnek, Siklóstól, Bonyhádig, Félegyházáig sokan, és ők mind Kalocsa jó hírét, illetve a vízváros jellegét viszik. Nagyon örömteli volt a napokban a hírekben hallottam, hogy a Dunában, ugyanúgy természetes közelünkben lévő folyóban tisztítatlan szennyvizet már nem vezetnek. Így fontos az, hogy a környezet tudatosan és a környezetvédelemre figyeljünk minden szinten, minden területen.